Lengyelország elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, és a két ország hamarosan biztonsági együttműködést írhat alá, közölte a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint úgy kell segíteni Kijevet, hogy közben Lengyelország ne gyengüljön. Ezzel függhet össze az az amerikai harckocsi kontingens, amit a napokban szállítottak egy lengyel bázisra. Egyelőre 14 tank érkezett, viszont az amerikaiak hamarosan 85-re növelnék a létszámot. Közben Fehér Oroszország közölte, használni fogja az atomfegyvereit, ha az országot fenyegetés vagy támadás éri. Dán F-16-os vadászgépet fogott el az orosz légierő Kaliningrád felett. A NATO vadászgép csak azután távozott az orosz légtérből, hogy észrevette az őt követő Su-27-es orosz vadászt. Erősödik a feszültség a NATO északi határainál, ugyanis június közepén orosz gépek, két vadász és két bombázó sértette meg Finnország légterét. Az orosz harci repülők legalább 2,5 percig voltak a NATO tagállam légterében. Ukrajna hamarosan 60 darab F-16-os vadászgépet kap NATO tagállamoktól. Az ukrán pilóták gyorsított kiképzéséről a NATO is beszámolt egy videóban. Az ukrán személyzetet éppen dán vadászgépeken készítették fel a harcra. Az atomfegyverek is egyre többször kerülnek szóba az orosz-ukrán háború miatt. Oroszország és Fehér Oroszország egy hónapja tartott közös nukleáris hadgyakorlatot. Most pedig a belarusz hadsereg vezérkari főnöke közölte, Minszk beveti a nukleáris arzenálját, ha az ország veszélybe kerül. Pavel Muravejko azt mondta, megtanultuk, hogyan kell kezelni ezeket a fegyvereket, tudjuk, hogyan kell magabiztosan használni őket, képesek vagyunk rá. A nyugat elkötelezett Ukrajna pénzügyi és fegyveres támogatása mellett. A Pentagon lapja arról számolt be, hogy 14 amerikai tank és a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységek érkeztek Lengyelországba. Washington célja, hogy a lengyel bázison a harckocsik számát 85-re, a páncélozott járművekét pedig 190-re emelje. Lengyelország pedig még a júliusi NATO csúcs találkozó előtt biztonsági megállapodást írhat alá Ukrajnával, közölte a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk azt mondta, Varsónak továbbra is Kijev támogatása az első, és Ukrajnát úgy kell segíteni, hogy közben Lengyelország ne gyengüljön. A lengyel külügyminiszter szerint pedig Oroszország legyőzhető. Radoszláv Sikorszki arról beszélt, a nyugat feladata Putyin megállítása és a győzelem. Jelentősek a veszteségek. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az M1-en arról beszélt, becslések szerint Oroszország havonta mintegy 25 ezer katonát veszít Ukrajnában. Seremet Sándor ugyanakkor kiemelte, az emberek pótlása nem okoz problémát, ugyanis Moszkva havonta 30 ezer új szerződést köt önkéntesekkel. Az orosz lakosság kisebb mértékben érzi magán a súlyát ennek a háborúnak abban a formában, hogy nem kerülnek kötelességből sokan a frontra, tehát általában önkéntes alapú a dolog, tehát szerződéses pénzért mennek az emberek a háborúba. 2022 óta százezrek haltak meg mindkét oldalon az orosz-ukrán háborúban, és milliók menekültek el Ukrajnából. A béke egyre távolabbinak tűnik, ugyanis a NATO is az aktívabb részvételét tervezi a konfliktusban, illetve az EU is fokozza a katonai és pénzügyi támogatást Kijevnek. Oroszország pedig csak az elfoglalt területek figyelembevételével hajlandó békéről tárgyalni. Magyarország a kezdetektől a fegyverszünet, a tárgyalások és a béke fontosságát hangsúlyozza.